Az Ondi Árpád-hegyi horgásztónál június 7-én folytatódott az idei szezon házi bajnoksága. A bajnokok kupájáért folytatott selejtező verseny harmadik fordulójára 16-an neveztek, akik 8 órakor topták be készségeiket a tóba. Délelőtt 10 óráig gyakoriak voltak a kapások, a legnagyobb hal is 8,4 kg-os ponty Simon Norbert botjának horgára akadt. A 8 órán keresztül tartó versenyben a dobogó harmadik fokára az egyes szektor legjobbja Jakab Lajos állhatott fel, 40 pont, 13,7 kg hal. Második lett Somogyi Gábor, aki a harmadik szektorban szerezte meg az elsőséget, 51 pont, 26,7 kg súlyú hal. A versenyben a kettes szektor győztese Csorba Ádám végzett az élen, 73 pont, 23,7 kg súlyú hal. A kupát, oklevelet és pénzjutalmat a helyezettek Sándor Ferenc tógazdától vették át. A horgászverseny résztvevői összesen 160,2 kg halat fogtak a harmadik fordulóban, amelyiket mérlegelés után visszaengedtek a tóba.